Megszűnik a kedvezményes lakásáfa. A szakértők szerint lassulás várható a lakáspiacon, de jelentős visszaesésre nem számítanak. Ilyenkor is segíthetnek, decemberi véradásokon várják az önkénteseket az érintett szervezetek. A József András Múzeum is adományozott. A közel 70 bedobozolt ajándékot a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász juttatja el a rászuló gyerekeknek. Ötszázalékról 27-re nő az újépítésű lakások értékesítését terhelő áfa a jövő évtől. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szakértők szerint lassulás várható a lakáspiacon, de jelentős visszaesésre nem számítanak. Közben a vállalkozók közül sokan próbálják értékesíteni ingatlanjaikat a magasabb áfa alkalmazása előtt. Nem csak az újévi fogadalmak miatt fontos időpont január 1-e, számos jelentős változás is életbe lép aznap. Az új lakások építésénél például a jövő év első napjánál vissza a 27%-os általános forgalmi adó, amely az elmúlt 4 évben 5%-os szinten volt. Azok azonban, akiknek 2018. november 1-ét megelőzően már megvolt az építési engedélyük, vagy belekezdtek az egyszerű bejelentési eljárásba, 5 év haladékot kaptak, vagyis a kedvezményes áfa igénybevételi lehetőségük 2023 év végéig meghosszabbodott. Azokra pedig szintén ez vonatkozik, akik már fizettek előleget a kivitelezőnek, bár a legtöbb építkezés drágulhat az áfa emelkedés következtében, nagy horderejű visszaesést nem várnak a szakemberek a területen. Biztos lesz valami moderáló és lassító hatása ennek a áfa korrekciónak, de az nem várható, hogy ettől kezdve jövőre megáll az élet, és még mindig az áthúzódó munkák miatt, meg emiatt a 5 éves tolerancia korszak miatt továbbra egy lassulás az becsülhető, de nem fog megállni az élet a lakáspiacon. A változás előszelét már az ingatlan piacon is érzik. A szakértők szerint sokan fognak a használt lakások felé fordulni azok közül, akiknek nem telik majd újra a drágulás következtében. Az általunk megkérdezett közvetítő iroda vezetője úgy véli, hogy a használt ingatlanok kínálata tudja majd követni ezt a várhatóan növekvő keresletet, mivel a piac bővült az elmúlt időszakban az új családtámogatási formáknak köszönhető költözések következtében. Többen közben még így az év utolsó napjaiban is valamilyen kedvezmény bejelentésében bíznak. Én úgy gondolom, hogy az ünnepek után lesz egy ébredés a társadalomban, hiszen most ugye december 31-jel lezárul egy 5%-os történet, és azután fog kezdődni egy újabb 27%-os régi történet, amit még nem tudunk, hogy esetleg nem fogunk kapni valamilyen kedvezményt az újépítésű lakásokkal kapcsolatban, tehát még mindig abban reménykednek a vállalkozók, hogy ez az 5% marad, úgyhogy én azt gondolom, hogy reálisan várjuk meg a december 31-ét, és akkor majd meglátjuk. Bár vannak, akik még kívánnak, a szakember elmondása szerint Nyíregyházán is megélénkült a vállalkozók érdeklődése a lakáseladások iránt. Többen szeretnének még az év végéig túladni ingatlanjaikon. Ahogy nyáron, úgy a karácsonyi ünnepek idején is rendre megcsappan a véradók száma. Azért, hogy az év végén minél többen éljenek az önkéntesség ezen formájával, az érintett szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a decemberi véradásra, és sokszor sok helyen biztosítanak erre lehetőséget. Vérrel vannak tele ezek a kémcsövek. A képek még októberben készültek a Nyíregyházi Egyetemen. A hagyományos őszi véradónapokon több tucatnyian éltek a lehetőséggel és segítettek vérükkel. Ahogy azonban az év végén ők is inkább a vizsgáikkal vannak elfoglalva, úgy másokat is nehezebb megszólítani ebben az időszakban. A Vöröskereszt ezért a vérellátó szolgálattal közösen minden lehetséges szálat megmozgat azért, hogy az ünnepek idején se alakuljon ki vérhiány. Azt nem tudhatjuk előre, hogy milyen vérigény vagy vérszükséglet merül föl az egészségügyben, és ehhez a gyógyulni vágyóknak a segítése ebben az időszakban is ugyanolyan fontos, tehát ezek nem maradhatnak el. Úgyhogy azok, akik tudnak jönni vért adni, vagy úgy gondolják, hogy nem ruhával, élelmiszerrel, vagy bármi mással segítenének a rászorulókon, a véradományozás az az adományozásnak a legszebb és legnemesebb formája, hiszen a saját testünkből adunk oda valamit másnak, ami semmi egyéb mással nem pótolható.
Gurály Edina elmondása szerint a tavalyi decemberi véradások jól sikerültek szerte az országban, ezért idén is bíznak a segíteni vágyókban. Nekik nem csak karácsony előtt, az ünnepek alatt is lehetőségük lesz véradásra. Nekünk is lesz még 23-án is véradásunk, a két ünnep között is lesznek véradások, illetve a területi vérellátó szolgálathoz is el lehet menni, hogyha valakinek éppen arra visz az útja, és szán egy fél órát, órát az életéből arra, hogy másoknak segítsen, akkor ezt meg fogja tudni tenni. A véradás.hu weboldalon nyomon követhető hétről hétre, napról napra, hogy az országban, így a megyében is hol vannak véradások, ehhez bárki tud csatlakozni, aki egészséges, elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és segíteni szeretne másokon. Az önkéntesek 56 naponta adhatnak vért személyi igazolványuk, lakcím és tajkártyájuk felmutatásával. Miután nevezhetjük őket hétköznapi hősöknek, nemes tettükkel három életet is megmenthetnek. Mintegy 70 ajándékot gyűjtöttek össze a József András Múzeum munkatársai és látogatói az Egy dobozni szeretet akció keretein belül. Az adományokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója vette át az intézményben, amelyeket a napokban az alapítvány juttat el a rászoruló gyerekek részére. A József András Múzeum lépcsőjén helyezték el azokat a gondosan becsomagolt ajándékokat, amelyeket néhány nap múlva nélkülöző családok gyermekei bonthatnak fel Szent Este. Az intézmény immár harmadik alkalommal csatlakozott az Egy dobozni szeretet adománygyűjtő akcióhoz, amely során munkatársak és lelkes látogatók fogtok össze a segítségnyújtáshoz. A hátam mögött lévő közel 70 dobozni ajándék, mindegyik gyönyörű szépen be van csomagolva, másrészt pedig fel van címkézve, hogy fiúnak vagy lánynak szánják, és milyen életkorónak. Most ezt az adományt, ezt egy az egybe odaadjuk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházi Karitásznak, és az ő kapcsolatuk révén fognak olyan helyekre kerülni ezek az ajándékok, amin bízom benne, hogy aki megkapja, nagyon fog örülni neki. A múzeum folyamatosan kapcsolatban van az alapítvánnyal, így nem csak karácsonykor, hanem az év más időszakában is szerveznek segítségnyújtó akciókat. Az egyházmegye igazgatója az átadáson kifejezte a köszönetét a múzeum munkatársainak, majd arról is beszélt, hogy számukra a lelki segítségnyújtás legalább annyira fontos, mint az, hogy kézzelfogható tárgyakat adhatnak a sérült, beteg vagy nélkülöző gyerekeknek és felnőtteknek. Nem elég adni. Tehát attól sokkal fontosabb egy embernek, egy családnak, egy szegény sorsú embernek, hogy meglátogassuk. Azt mondja, hogy a Böjte Csabatya, hogy elmegy egy családhoz, soha nem visz nekik semmit. És elbeszélget velük, megismeri a családot és a helyzetüket, és utána belenyúl a zsebébe, természetesen szokta segíteni és segíti, hiszen több mint 2000 gyermeket fogad be, és azokat gondozza. Tehát a mi egyházmegyénkben is erre nagyon figyelünk, hogy mindig tudjunk segíteni, és erre is felhívtuk a figyelmet, hogy a karácsonynak nem ez a lényege. Tehát, hogy ott lesz a szép kis ajándék, amit innen is kapunk már három esztendeje a múzeumból. Tehát ez egy nagyon csodálatos dolog, mert tényleg valamelyik gyereknek, vagy sok családnak gyereknek nem lesz más a fa alatt, csak ennyi. Mészáros László sajnálattal fejezte ki, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is rengeteg gyerek szorul segítségre. Annak ugyanakkor örül, hogy a társadalmi felelősségvállalás egyre erősebb az utóbbi időben. Mint mondta, rengeteg iskola, üzlet és szervezet fogott gyűjtő akcióba. Az alapítvány mintegy 1200 önkéntese tehát jelenleg azon dolgozik, hogy az ajándékok mi hamarabb bejussanak a rászorulóknak. 17 krízishelyzetben lévő családnak segít tartós élelmiszerekkel a Fidesz Nyíregyházi szervezete. Az első alkalommal elindított hagyományteremtő adománygyűjtésbe elsősorban tagjaikat és aktivistáikat vonták be. A csomagokat pedig még az ünnepek előtt elviszik az érintettekhez. Mint a párt sajtótájékoztatóján elhangzott, kiutat nem tudnak nyújtani a rászorulóknak, de igyekeznek szebbé, reménnyel és örömtelibbé varázsolni a karácsonyukat. Nem az adomány a lényege ennek, vagy nem a fizikálisan megtestesült
ajándék és élelmiszerek, amik a csomagban vannak, az is természetesen, hiszen ahogy mondtuk, krízis helyzetben lévő családoknak ez napi könnyebbséget fog jelenteni karácsony estére esetleg, vagy a karácsony utáni időszakban is. De az a szeretet, az az odafigyelés, ami a karácsonynak a lényege és az adventi várakozásnak a lényege, én úgy gondolom, hogy ezzel az ajándékcsomaggal ezt is megtestesítjük. Megszólítjuk az embereket, bekopogunk, becsengetünk, rájuk mosolygunk, megkérdezzük, hogy vannak, esetleg még miben tudunk segíteni azon kívül, hogy most meglepjük őket ezzel a kis ajándékcsomaggal. Szombaton ismét megrendezik az adventi vásárt Máriapócson. A Kenytemplom melletti parkolóban kialakított piactéren közel 30 kereskedő kínálja majd kézműves termékeit. A Máriapócsi Városüzemeltetési Kft. A vásárt megelőzően jótékonysági akciót is szervezett. Az adományokat a József András Oktatókórház gyermekosztályának betegei kapják meg. Amivel várjuk a hozzánk érkezőket, szintén kézműves kirakodó, vásárt, tábortűz, ingyenes lovaskocsikázás a településen, cukorágyú, táncház, alkotóház, játszóház a gyerekeknek, és az idén egy nagyon különleges Betlehem kiállítás lesz megtekinthető, minden program díjmentes. És tavaly volt néhány hagyomány, amit szeretnénk tovább folytatni. Az élő állat nem játék, amit ha meguntunk, polcra tehetünk, hangoztatják az állatvédők a karácsony előtti időszakban. Ilyenkor sokan keresik fel a menhelyeket, mert úgy gondolják, az örökbefogadás jó lesz a kutyának és a megajándékozottnak egyaránt. Az ünnepek után azonban a kutyák jelentős százaléka még mindig utcára kerül. Summer ugyan egy kicsit megszeppent a kamerától, de úgy nyilatkozott, nem szeretne kidobott karácsonyi kutya lenni, ahogy a többi menhelyi kutya sem. Bár a filmek gyakran mutatják meghétnek a piros masnis dobozban átadott kiskutyát, a pillanatnyi öröm után a szürke hétköznapok következnek. Ez pedig annyit jelent, hogy gondoskodni kell egy élőlényről, a kölyök kutyák esetében pedig kifejezetten sok teendője van egy gazdinak. Hogyha lakásban tartjuk, mert pedig sokan ugye lakásban szeretnék tartani az állataikat, akkor ugye jönnek azok a problémák, hogy nem szobatiszta, rágcsám, stb. És pontosan ezért mindig óvaintjük ugye az embereket attól, hogy karácsony ajándék legyen egy állat. Nem is nagyon szeretjük, és nem is nagyon engedjük, hogy karácsony környékén kifejezetten ezzel a céllal fogadjanak örökbe. Mindig elmondjuk, hogy olyan emberek jöjjenek hozzánk örökbe fogadni, akik ők maguk fognak az állattal foglalkozni. Nem zárkózunk el egyébként attól, hogy karácsonykor örökbe adjunk természetesen, hiszen akármennyire is ünnepi időszakról van szó, és megvan a veszélye annak, hogy később kiteszik ezeket az állatokat, viszont természetesen nem vesszük el az esélyt tőlük, hogy karácsonykor gazdisodjanak. Azt gondolnánk, ilyenkor megrohamozzák a menhelyeket az örökbefogadók. A telephely vezetője azonban azt mondta, sokan úgy vannak vele, inkább majd tavasszal visznek haza kutyát. Ebben némi negatív érzet üti fel a fejét, mégpedig az, hogy télen nem akarnak annyit foglalkozni a leendő gazdik a kutyával. Ezért ezeket a jelentkezőket erősen megszűrik a gondozók. Az egyre felelősségteljesebb gondolkodás ellenére azonban azt tapasztalják, még mindig sokan tesznek kiskutyát a fa alá, és ezeknek sajnos jelentős százaléka végzik kidobott kutyaként. Tavaly időszakban is volt olyan kiskutya, egy kölyök kutya, akit gyakorlatilag vadi új nyakörvel, szépen samponillatúan az egyik áruházláncnak a parkolójában kitéve találtak meg, pontosan karácsony másnapján. Egyértelműen karácsony ajándék volt a kutyus, hiszen hiába kerestük a gazdit, nem lett meg, úgyhogy azóta már egyébként gazdásodott. A karácsony utáni időszakban általában nem teljes almokkal találkoznak az állatvédők, mint egy-egy tüzelési időszak után, hanem jellemzően egyedüli, ápolt kutyusokat találnak. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy ezek az állatok a figyelmeztetések ellenére rossz családnál kerültek karácsonyi ajándékként a fa alá. A mozgás szeretetére és az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán kezdeni, mondta a sportért felelős államtitkár Nyíregyházán. Szabó Tünde az induló Ovis labda program keretében a megyeszékhelyen és Tiszavasváriban sportszer csomagokat adott át a gyerekeknek. Vince István volt válogatott labdarúgó társaságában.
Az induló program célja, hogy valamennyi óvodában, illetve óvoda feladatellátási helyen olyan sportszereket biztosítson, amelyek segítségével emelkedik a sportoló gyerekek létszáma, és amelyek használatával kialakul igényük a rendszeres testmozgásra. A magyar kormány a 2019-es költségvetésben 1 milliárd forintot biztosított a program elindítására. Pénteken Tiszavasváriban a Micimackó óvodában és Nyíregyházán a Tündérkert keleti óvodában Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól vehették át a gyerekek a sportszercsomagokat. Egy kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy a mozgásgazdag életmódot közelebb vigyük már a gyermekek életébe, hiszen hogyha a gyermekek sportosak, akkor a felnőttek is azok lesznek, a szülők, a családtagok. És ez nagyon fontos, hogy ebben a rohanó világunkban el tudjuk azt érni, hogy valamilyen figyelmet felhívunk arra, hogy miért is fontos a mozgásgazdag életmód. Egyetlen egy eszköz van a kezünkben ugyanis, hogy megtarthassuk az egészségünket, ez pedig nem más, mint a sport. És hogyha ezt ténylegesen a gyermekek, akik úgy születnek, hogy mozgásgazdag készségeik vannak, ezt tudjuk mi fejleszteni és továbbvinni évekkel, akkor biztos, hogy úgy is fognak felnőni már az általános iskolában, hogy ez bizony miért fontos, miért is fontos. Ugye az óvoda a pedagógusok kezében ott van ez az érték, amely a mozgásgazdag életmódot, az egészséget képviseli. Az eszközök valamennyi óvodai korosztály számára megfelelőek, fiúk és lányok egyaránt tudják használni azokat. A volt válogatott labdarúgó Vince István szerint a labda a legnépszerűbb a gyerekek körében. Nagyon jó első érzés volt, hogy láttam a kisgyerekeket, mennyire örültek tényleg ezeknek a szereknek, ami segíti őket, a mozgás koordinációjukat. A labdának szerintem mindenki örül, tehát minden gyereknek az az első, hogy a labda. Én legalábbis így gondolom, ha magamból is indulok ki, akkor a labda volt a főszerep. De tényleg itt most az a legfontosabb, hogy a mozgásnak a megszerettetése, és az csak labdával lehet. Az Ovis Labda program több mint 4000 óvodát és óvodai ellátási helyet érint, és mintegy 300 ezer gyereknek teremt lehetőséget a testmozgásra. A program 2020-ban is folytatódik, majd a tervek szerint 2021-ben kiterjesztésre kerül a határon túli óvodákra is. A hetedik helyen zárta az őszi szezont a Máté Szalkai női kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjában. A Falcsik Miklós által irányított együttes 5 győzelem mellett egy döntetlent játszott, és 5-ször szenvedett vereséget. Új edző Falcsik Miklós irányításával kezdte el a felkészülés nyáron a Máté Szalkai csapat. A játékos mozgás minimális volt, igaz, a pályafutását befejező korábbi játékos edző Vakarcs Krisztina hiánya jelentős irrágásnak számított. Két új kézilabdázó érkezett az MMTK-hoz, ami az első 3 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. Az ősz végül felemásra sikeredett. Az első 5 meccsét megnyerte a Máté Szalka, a folytatásban viszont már csak 1 pontot sikerült hozzátenni az addig megszerzett 10-hez, így a téli szünetet a középmezőnyben töltik Kis Brigittáék. A bajnokság kezdetekor azért zsinórba lehoztuk azokat a mérkőzéseket, amelyek egyébként is tervezve voltak. 11 mérkőzést játszottunk, 11 pontot gyűjtöttünk. Ez azt jelenti, hogy lefordítva, hogy van 5 győzelmünk és 5 vereségünk, és egy döntetlen. Amikor a döntetlent elértük, azt gondolom, akkor fordult át, és a bajnokság második felére a döntetlen elérése előtti időszakban megsérült a beállósunk. Ez a beállós, akinek a védekezés tengelyében ugye egy meghatározó szerepet szánt az edző, így aztán strukturálisan át kellett alakítani a csapatot, és az sem elhanyagolható, és a szakmai kiegészítéshez hozzátartozik, hogy a bajnokság második felében gyakorlatilag az erősebb csapatokkal kellett nekünk megküzdeni. Ezek közül is nagyon sokkal inkább idegenben játszottunk, és gyakorlatilag a bajnokság végére elfogytunk, hiszen sérülés hullám ért el a csapatot. Az északkeleti csoport mezőnye meglehetősen kiegyensúlyozott, így egy győzelemmel vagy vereséggel akár több helyet is lehet előre, illetve hátralépni a tabellán. Máté Szalkán abban bíznak, hogy a bajnokság második felében kiegyenesedik a csapat. Korábbi évek stabilitása most megbomlott, annak ellenére, hogy egy nagyon jó kezdés volt. Hála jó Istennek, most azt mondom, hogy a bajnokság ugye szünetel, hiszen a tavaszi fordulók majd csak február közepétől fognak elkezdődni, úgyhogy lesz egy bő hónapja az edzőnek kitalálni azt, hogy a sérültjeink milyen ütemben épülnek fel, és tudja beépíteni, és tudják elkezdeni a felkészülést, vagy ha kell, akkor új igazolásokkal megpróbáljuk ezt pótolni, mert
ez most az északkeleti régióban, ez az MB2-es női mezőny, ez egy borzasztó kiegyensúlyozó erős mezőny. A 12 csapatból legalább 8 csapat az, aki azt mondom, hogy bár az összetétel alapján és a technikai tudása, a játék erőképviselet alapján bármikor a dobogóra kerülhet. A felkészülés január elején kezdődik Máté Szalkán, az új év első bajnoki meccsét pedig február 9-én Miskolcon, a Sereghajtó Szepa KSE otthonában játsz a Falcsik Miklós együttese. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 27%-ra nő az újépítésű lakások értékesítését terhelő, jelenleg kedvezményes 5%-os áfa a jövő év elején. A szakértők szerint lassulás várható a lakáspiacon, de jelentős visszaesése nem számítanak. Közben a vállalkozók közül sokan próbálják értékesíteni ingatlanjaikat a magasabb áfa alkalmazása előtt. Ahogy nyáron, úgy a karácsonyi ünnepek idején is rendre megcsappan a béradók száma. Azért, hogy az év végén minél többen éljenek az önkéntesség ezen formájával, az érintett szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a decemberi béradásra, és sokszor sok helyen biztosítanak erre lehetőséget. Immár harmadik alkalommal csatlakozott az Egy doboznyi szeretet adománygyűjtő akcióhoz a József András Múzeum. Ezúttal közel 70 ajándékot sikerült összegyűjteni az intézmény munkatársainak és látogatóinak, amelyet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye továbbít a rászoruló gyerekek részére. Az alapítvány igazgatója elmondta, hálás az adományokért számukra, ugyanakkor a lelki segítségnyújtás is legalább annyira fontos, mint a kézzel fogható javak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 20-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal a Krónikában jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Péntek este többnyire gyengén felhős idő várható, majd beborul az ég. Zápor szorványosan előfordulhat az éjszakai órákban. A déli szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 5 fok között alakul. Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre több helyen számítani lehet esőre, záporra. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 11-12 fok körül valószínű. Vasárnap országszerte borult időre van kilátás, sokfelé esővel. Hétfőn a csapadék zóna lassanként kelet felé helyeződik. A következő napokban változóan felhős lesz az égbolt, és helyenként számíthatunk záporokra, hózáporokra. Gyakran erős, eleinte helyenként viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amellyel egyre hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét.